Az orosz atomenergetikai ipar áll annak a kiállításnak a középpontjában, amely pénteken nyílt Pakson a Városháza előtti téren. A képek bemutatják a 3/4 évszázados orosz atomenergetikai ipar fejlesztéseit, technikai vívmányait és történetét. A kiállítás képeit böngészve látni, hogy Oroszország az elmúlt több mint 7 évtizedben magas szintre fejlesztette a nukleáris technológiát. Szántó Zoltán Paks alpolgármestere továbbá hangsúlyozta, ez a projekt lehetőség a városnak a fejlődésre. A Paks 2-t az évszázad beruházásának tartjuk, amely megbízható, káros anyagkibocsátás nélküli energiaellátást fog biztosítani egész Magyarország számára. Az atomerőmű beruházás nem csak az ország ipari, technológiai fellendülését fogja hozni, hanem jólétet, biztos megélhetést biztosít Pakson és a térségben élőknek is. A kiállítás Paks után további településekre költözik, hogy minél többen ismeretet szerezhessenek az atomenergetikáról.